Ebben a szezonban utoljára futott ki a pályára a HR-rend Kozár Misleny. A Monor labdarúgói díszsorfalat álltak a bajnok csapatnak. A kezdőrúgást egy születésnapos Kutyáncsányi Nyevren végezte el, a klub 2007-es első MB3-as bajnok csapatának oszlopos tagja, aki a feljutás után 3 évig az MB2-es gárdát is erősítette, 70 bajnoki találkozón lépve pályára, jelenleg pedig az öreg fiúk csapatának tagjaként vív megyei bajnoki döntőt. A HR-rend cégcsoport belföldi üzletágának vezetőjeként szívügyének tekinti a klubot. Jól indult a találkozó a HR-rend Kozár Misleny számára, korán sikerült vezetést szerezni. A 4. percben Nagy Erik indította a bal szélen Kirtnert, aki a hosszún érkező Szabónak hívelt, ám ő nem lőtt, hanem középre passzolt Vajdának, aki közelről a bal felső sarokba rúgta a labdát, majd egyenesen a kispad felé vette útját. A 26. percben egyenlített a Monor. Egy szöglet utáni kavarodás végén Huličár előtt maradt a labda, aki 10 méterről könnyedén lőtt a jobb alsó sarokba. A 33. percben újra előnyhöz jutottak a házigazdák. Kirtner 18 méteres szabadrúgással lőtte ki a kapu jobb oldalát. A 43. percben aztán ismét egyenlítettek a vendégek. Egy eladott labdával Haragos indult meg a Mislenyi kapu felé, éles szögből lőtt, ezt még Lékai hárította, de a kipattanót Huličár hálóba lőtte. A 60. percben Kirtner indította Turit a bal szélen, aki pontosan passzolt középre az érkező Tótnak, ő pedig a kapuba vágta a labdát, 3-2-re módosítva ezzel az eredményt. A 73. percben ismét labdát szerzett a Monor félpályánál, amivel Huličárt ugratták ki, ő megszerezte 3. gólját és beállította a 3-3-as végeredményt. Veretlenül lett tehát bajnok a HR-rend Kozár Misleny labdarúgó csapata, az MB3-as bajnokságok közül egyedüliként. Acél Zoltán együttese messze a legtöbb gólt szerezte, mégpedig 80-at, és a 38 meccsen mindössze 23-at kapott. A középcsoport góllövő listájának élén Hampuk Ádám végzett 23 találattal, második helyen pedig a 21 gólos Kirtner Krisztián zárt. A vasárnapi mérkőzés lefújását követően a bajnoki aranyérmeket és a serleget Bánki Erik országgyűlési képviselő, az MLS elnökségi tagja, valamint dr. Hoppál Péter kulturális ügyekért felelős államtitkár adta át. Hát a tavaly június óta ugye eltelt egy év, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ide kerültem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen játékosokkal, ilyen emberekkel, mint szakmailag, mind emberileg dolgozhattam együtt, elképesztő évet csináltak, tehát olyan kohéziót alkottak, olyan rendesen dolgoztak, annyira bennük ott az alázat, az akarat, hogy egyszerűen nem tudom, tehát ehhez ilyenkor szavakat találni, de az ember mindenféleképpen az egekig akarja őket dicsérni, de megérdemlik. Tehát csodálatos emberek, csodálatosak voltak szakmailag. Azt a 38 mérkőzést veretlenül vívsz meg, én szerintem az egy nagyon nagy dolog. Nem kell ezt túl hype-olni, nem is úgy jött, érkeztem ide most hozzád. Csak szeretném nekik is, meg a stábtagjaimnak is, meg az egész klubnak megköszönni, hogy az ember ide került, és hogy tehát egy ilyen csodálatos évet élt át, hiszen ez egy nagyon nagy dolog. Az én lelkemnek is, az én szívemnek is óriási segít, úgyhogy ennyi. Tehát itt egytől egyig mindenki parádésan dolgozott, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen az évet. Nektek is.